Az Olvasókör műsorát hallgatják. Ezt a műsort a Civil Rádió és az Oltalom Rádió közösen készítette. Műsorvezető Tóth Zoltán, szerkesztő Kis Katalin. A szerelem folytatása a szeretet vagy a gyűlölet? Erre a kérdésre keressük a választ az elkövetkező egy órában. Az Olvasókör műsora a szerelem, a szeretet és a gyűlölet emberi érzéseit interdisziplinárisan, a pszichológia, a szociológia, a művészeti ágak, az orvostudomány, a szexológia, a történelem és a vallástudományok oldaláról törekszik bemutatni. Olvasókörünknek ismét vendége Karsai Eszter, református lelkész. Már volt alkalma a hallgatóknak, illetőleg rádiónknak találkozni a Karsai Eszterrel, a református lelkésszel, mert a Saulus-Paulus történet, magyarán ugye a Pál apostol története volt korábbi beszélgetésünknek a tárgya. Tisztelettel köszöntelek! Köszöntöm én is a hallgatókat, köszönöm a meghívást! Gondolom a hallgatók megbocsátják, hogy tegeződik, de elárulhatom, hogy egy iskolába jártunk, egy osztályba jártunk. Sőt, én úgy emlékszem, hogy két paddal előrébb ültél, mint én. Igen. De mai beszélgetésünknek a tárgya az arról igyekszik szólni, hogy a szerelem, a szeretet és a gyűlölet fogalma a Bibliában és a hétköznapi életben hogyan jelenik meg. Ugye a Biblián érthetjük a két kötetből, ugye a régi Bibliát, amely ugye döntően a zsidó eszmetörténetet tartalmazza, és az Új Szövetség történetét, amely a kereszténységről szól. Bármelyikből idézhetünk. A hétköznapi életet pedig akár a lelkészi gyülekezetből, akár tágabb értelmében a reformációból, de akár legtágabb értelemben az egész társadalomból is vehetjük. Azt a módszert választottam, hogy a műsorhoz készítettem egy ilyen fogalmi apparátust, ez most lehet, hogy nagyon tudományosan hangzik, hanem megpróbáltam meghatározni a szakirodalom, tehát filozófia és a különböző tudományágak, valamint a Biblia alapján és természetesen a művészetek világából ezt a három fogalmat. Az első fogalom, amihez akkor kérném a kommentárodat, ez a szerelem fogalma. A szerelem a legősibb emberi érzések egyike, amely a létfenntartáshoz és az örömhöz kapcsolódik. Romantikus megfogalmazásban egy spontán keletkező, mély érzéki, ünnepi érzés és kapcsolat egy másik emberrel. Tudományos nyelven a szerelem egy átmenetileg módosult tudatállapot, amelyben a szerelmes minden figyelme egyetlen valódi vagy képzelt személyre irányul. Szerencsés esetben viszonzásra talál. A szerelem természetes része a szexuális vágy és annak kiélésére való törekvés. Azonban nem feltétlenül jár együtt szexuális együttléttel, és gyakran viszonzatlan is. Kedves lelkészasszony, akkor várnánk, hogy a Bibliából milyen konkrétumokat lehetne fölhozni a szerelem érzéséről. Magáról az érzésről sok mindent lehet mondani, és meg is jelenik a Bibliában és a különböző kapcsolatokban. Első renden én egy összefoglaló gondolatot hozok ide, amit egyre inkább megfogalmazódott bennem, hogy az ember mondjuk így három rész dimenzió összetevőjéből áll, a test, a lélek és a szellem világából. Nem jó szavak ezek, hogy rész vagy egység, de mégis tapasztaljuk ezt, hogy
a testi működés nagyon szorosan kapcsolatban van a lelki folyamatokkal, és a lelki folyamatok is a testtel, ugye a pszichoszomatika világából ismerjük ezt, de van egy szellemi része is az embernek, amelyik hitem szerint az Istenhez, az emberen túlihoz kapcsolódik. És ebben lesz igazán teljes az ember, amikor a test, lélek, szellem egységében él. És ilyen módon hallottam is az egyik interjúban, hogy már említette valaki, hogy háromféle szeretetről szól a Biblia is, vagy háromféle szeretet, szerelem jelenik meg a Bibliában, az erosz, a filosz, meg az agapé, három görög szó, de ismerős mindegyik, az erotikából, az erosz a testi érzésekkel átszőtt szerelmi érzés, és szexualitásra irányuló, és a szexualitásunkat jelző érzés. A filia az a testvér szeretet, az emberséges szeretet, a humanitás az emberben, és az agapé, amire mi így mondjuk egyszerűen, hogy az isteni szeretet, a tökéletes, amiben minden benne van, és a legfőbb jóra törekszik, az ember javára törekszik, és ebben benne van az áldozat, a lemondás, az önmegtagadás a másik emberért, az életért. Most azt hiszem, hogy az ember akkor él teljes életet, teljes emberi életet, hogyha ez a három megjelenik az életében, és egységben is van. És van egy ilyen gondolatom, hogy nehéz is elválasztani a szerelem, szeretet, gyűlölet érzelmeit és fogalmait, mert amikor azt tapasztaljuk, hogy a szerelemre gyulladt ember esetleg nem kap viszonzást, vagy kigúnyolják, akkor könnyen gyűlöletbe csap át a sértettsége, az önérzete, büszkesége miatt, és ez így megrontja az egészet, ami szépen szerelmi érzésnek indult, az gyűlöletbe csaphat át. De lehetséges, hogy a majdnem csupán érzéki szerelem, amivel indul esetleg egy kapcsolat, utána kiteljesedik a szeretettel. Tehát, hogy így megy át egyik a másikba, és hát persze majd említem, hogy a szeretet miért is a legmagasabb foka az emberi kapcsolatokban az érzésnek, vagy az érzések közben megszülető emberi életvitelnek, mert azért ez szerintem többünk érzés, az a fajta agapé, az az isteni szeretet, amire mindannyian vágyunk, a tökéletes. Jó, tehát például a szerelem érzésére több történetből lehet tanulni valamit, vagy tanulságos példát hozni, de érdekes az Ószövetségben például Sámson és Delila szerelmi története, ahol úgy tűnik, hogy pusztán meglátni és megszeretni egy pillanat műve, ugye ez a Sámson tulajdonképpen egy bíró volt, vagy bíra, ahogyan mondja az Ószövetség, és 20 éven át ő volt a bírák könyvében olvasható az ő története, akik közügyekről, katonai vezetői szerepről ismertek. Hát ez a Sámson a szerelméről és az erejéről volt ismert, inkább így mondom. És hát ugye a maga szimbolikus nyelvén a végére kiderül, hogy a hajában van az ember, aki
azért kapja az Isten parancsát, hogy figyeljen, szánja oda életét az Isten akaratára, és akkor Isten vele van. És akkor éppen az ellenséges néppel küzdött Izrael népe a filiszteusokkal. Ez a Sámson mégse volt igazán hűséges az Istenhez, mert nem kérdezte meg az Urat, ahogy mondja az Ószövetségben több helyen a leírás, nem kérdezte meg az Urat, hanem ő szerelemre gyulladt egy filiszteus nővel kapcsolatban, és minden áron meg akarta szerezni magának, és ez lett igazából a veszte, mert kicsalták az erejének titkát, ez a Delila addig ügyeskedett, ez a nő, hogy kicsikarja belőle, hogy miben van a titk, hogy legyőzhesse. Na most itt egy nagyon fondorlatos cselvetés, hát igazi kalandos történet jelentkezik, mert ez a Sámson, mint egy nagy kamasz gyerek úgy viselkedik. Mondjuk utólagosan könnyű ugye megítélni, de mégiscsak az a magyarázat, hogy beleesett ebbe a szerelmi csapdába, mert szerelmes volt, de mondjuk így ész nélkül. Tehát baj, ha egy olyan módosult tudatállapotban van a szerelmes, hogy nem tud gondolkodni, vagy nem akar gondolkodni. Tehát ez egy nagyon veszélyes üzem, hogyha az ember így esik bele szerelembe, és kéretlenül esik a szerelembe. Mert én hiszem azt is, hogy az igazi kiteljesült és beteljesült szerelemben akkor lesz boldog mind a két fél, hogyha éretten rákészülnek, ha ismerik önmagukat, hogyha oda tudnak figyelni arra, hogy mit is akarok én, mi az én célom, van-e ehhez erő a másikban, vagy egyáltalán készség, hogy támogat ebben, és én képes vagyok-e, hajlandó vagyok-e a másikat mozgósítani, és a jófajta erőket mozgósítani benne. Tehát ez mind-mind a szerelem témájához tartozik, de egyben az emberséghez is. Hogy csak igen, de azért itt felvetődik egy szerintem nagyon fontos kérdés, hogy az első szerelem, ugye nem csak a művészetekben létezik, hanem a valóságban is, az igen fiatal korában éri az embert, és a család viszont óriási befolyással tud arra lenni, hogy hogyan alakul egy ilyen kapcsolat. Tehát nem csak az, vagy kérdezem inkább, az egyén önmaga dönt ebben, vagy társadalmi, családi ráhatások is vannak? Bizonyára vannak családi ráhatások, hát természetes, hogy szinte ajánlják, hogy kivel kerüljön kapcsolatba a fiatal, de ez nem mindig hatékony, mert a szerelem az megszületik. Valóban ugye könyvtárakat lehet megtölteni a szerelemről szóló irodalommal, és mégsem tudjuk megragadni igazán, hogy mi is a szerelem. Hogy az valóban egy érdekes tapasztalat lehet, és ismerjük ezt a tényt, hogy a kamasz, a fiatal, akiben ébredezik egyáltalán az, hogy én nő vagyok, vagy férfi vagyok, és testem van, és a testi érzésekkel párosul az, hogy szinte akárkibe szerelmes leszek, mert a szerelem az, ami megragad engem, és nem a másik ember annyira. Ez az első szerelemben gyakran, most mondjam azt, hogy én már 6 éves koromban azt gondoltam, hogy szerelmes lehetek, mert tetszett egy osztálytársam. Az első általános iskola első osztályában, és tetszett, és figyeltem, és néztem.
Igazán kapcsolatom nem is volt vele, hát 6 éves gyerek, még csak rácsodálkozik a világra, de egyszerűen a külső megjelenés az jó lesz. Tehát ez izgalmas, hogy erre azt mondjuk-e, hogy szerelem, vagy pedig csak arra mondjuk, amikor már egy valódi kapcsolat és a kapcsolat fejlődése is látható. Ez egy külön kérdés. Minden esetre valóban van olyan, hogy terelgetik a fiatalt, hogy megpróbálják irányítani, hogy ki legyen az, aki neki tetszik. De az nem biztos, hogy szerelem, ha szülői irányításra két fiatal elkezd kapcsolatban lenni, beszélgetni, közös programokat csinálni, és együtt járni. De ez egyáltalán nem biztos, hogy igazán szerelemmé fejlődik. Olyan is van, hogy kirobban vagy berobban a nagy szerelem, és aztán elmúlik, és nem is értik senki, mitől jött, és hová lett, és mi lett vele. Tehát ez változatos lehet, és ezért izgalmas egyáltalán az érzés, hogy az érzések jönnek és mennek, átfutnak, átszaladnak az emberben, és lehet, hogy egyik érzésből átmegyünk a másikba, és nem is értjük, hogy miért múlt el, és miért jött a helyére valami olyan, amikor már nem is vonz, nem is érdekel a másik. Tehát izgalmas kérdés például, tehát befejezem mondjuk Sámson történetét, az is érdekes ott, hogy Sámson nem váltott át gyűlöletbe, de az a régi ellenséges érzés a alapjában véve a filiszteusok népeivel szemben, ez aztán megjelenik benne, mert ugye csatázik velük folyton, és a vége valóban egy végzetes dolog, de hát addigra őt szabályszerűen elfogják, megvakítják, és kényszermunkára kényszerítik, szóval rettenetes állapotba kerül, legyőzik, és akkor már lehetséges, hogy gyűlölet is van benne az ellenséges néppel szemben, de ez kérdés, hogy és mi lett azzal az érzéssel, ami a feleségével, a Delilával szemben benne volt, hát valószínű csalódottság. Ugye ez is izgalmas kérdés, hogy amikor a szerelmi csalódás következtében megváltozik az érzelem, akkor születik meg lassan az, hogy bosszút állok, és akkor már az ellenséges gyűlölködő érzés uralkodik el, mert nem tudja elengedni szerelme tárgyát, és ha nem lehet az enyém, akkor vele szemben fellépek. Na most mondhatom azt, hogy a szerelem és gyűlölet témára az Új Szövetségből is vehetünk egy példát, egy kifejezetten destruktív családi modell, vagy házasság és család modell, Heródes példáját, az a Heródes negyedes fejedelem tulajdonképpen, aki egy nagyon ellentmondásos személy volt, aki ugye a fia annak a Heródesnek, aki Jézus születésekor a betlehemi gyermekgyilkosságot elrendeli. Ez a Heródes Antipász, aki képes volt a testvére feleségét elszeretni, Heródiást, és házasságot kötni vele, és annak a lánya az a bizonyos Salóme, aki táncával elnyerte a király tetszését, és akkor megkérdezte tőle a Heródes király, hogy mit kívánsz a táncodért, akármit kérhetsz, ha az országon felét kéred, azt is neked adom,
És erre mit kér ez az ifjú lány keresztelő János prófétának a fejét egy tálon? Ugye ez is egy ismertebb történet, amit feldolgoztak már, meg olvasható a Bibliában, de feldolgoztak képzőművészek is, meg irodalmi vonalon is. Egy megdöbbentő és taszító történet. Hát hogy lehet egy fiatal lánynak legfőbb vágya, gazdagság és mindenféle jó dologgal szemben az, hogy egy prófétának a fejét kéri tálban. Tehát a halálát kéri, hát nyilvánvaló az anyja sugalmára kéri, mert gyűlölték keresztelő Jánost, amiért ő a szemükre vetette Heródesnek és Heródiásnak, hogy nem szabad nektek ilyen vérfertőző kapcsolatban élnetek, a te testvéred feleségével élsz, és ez bűn az Úristen előtt. Na hát ettől Heródes nem is volt annyira dühös és gyűlölködő, mert neki azért mégiscsak tetszett ez a próféta, de Heródiás, az asszony, ő elviselhetetlennek tartotta ezt a szembesítést, és azért ő sugallja a lányának, hogy kérje a királytól, amikor az már mámoros, vendégei előtt megígéri, hogy bármit megad, kérje ennek a prófétának a fejét. Ugye ez keresztelő János halálának, tragikus halála. Döbbenetes, hogy ez is ugye benne van a Bibliában, sok minden, szinte minden, de hogy ez mutatja, hogy mivé lesz egy ilyen vonzalom, ahogy ezek már ugye felnőtt emberek elvileg, Heródes Antipás és Heródiás, hogy az asszony a hatalom vágyából nyilván hozzámegy ehhez a Heródeshez, és utána képes a saját fiatal lányát ilyenre nevelni, rávenni, egészen megdöbbentő valahányszor, hogy belegondolok, hogy hát ez lett volna egy ifjú hölgynek a legfőbb vágya, hogy egy halálfejet kérjen. Tehát hogyan neveljük a gyerekeket, a fiatalokat, hogy mi legyen az ő életcéljuk, és neveljük-e, és ez egy nagyon nagy kérdés, arra, hogy a szerelem nem attól szép, ha vak. Ugye ezt szoktuk mondani, hogy a szerelem vak, igen. A szerelem vak, és az a gyűlölet is vak, persze hozzá kell tennünk, de hogy az a lila köd, az milyen csodaszép dolog. Akkor szép, ha az közben, ha ez egy első szerelem. Az is tényleg kérdés, hogy mire mondjuk ki, hogy ez egy első szerelem volt, és mi az, ami csak vonzalom, érdeklődés, a másik nem iránt való tapogatózás, hogy milyen is egy kapcsolat. Nagyon fontos az, én persze most már egyre inkább ezt tanítom és mondom mindig, hogy ismerjük meg saját magunkat, ismerjük meg a másik nemet, hogy hogyan működik. Hallatlanul izgalmas, hogy mennyire más a férfi agy és a női agy. Másként gondolkodik, és éppen ezért másként működik. Nem az emberről beszélhetünk csupán, hanem a nőről és a férfiről. És ha közben megismerjük, kevesebb csalódás ér minket. Ez tanulságos dolog, hogy menet közben is akarjam jobban megismerni magamat is, hogy én rám mi hogyan hat, és hogyan működik a másik. Térjünk át akkor a szeretet fogalmára. Akkor ezt röviden összefoglalnám, és akkor ehhez kérném a kommentárokat.
A szeretet, mint velünk született érzelem, a tudományos megfogalmazás szerint egy másik embernek a feltétel nélküli elfogadását jelenti. A gyakorlati életben a szeretet az egy tartós viselkedési mód, amely a folyamatos együttélési kompromisszumok által egy vagy több személyre, a családra irányul, és gazdasági érdekből, valamint társadalmi kulturális szokásokból ötvözve működik. Míg a szerelem nem tanulható, addig a szeretet kialakítása, megtartása egy tanulható viselkedési mód. Igen, ez nagyon érdekes, mert ugye arról szól, hogy velünk született, valóban az ember kis csecsemő korától képes és mutatja is ennek jeleit, hogy ragaszkodik, hogy kedves, hogy szeretettel fordul leginkább ugye az anyja, apja felé, de mindenki felé is akár, akik kedvesen fordulnak hozzá. Természetes, hogy itt is sok minden más is közrejátszik, de nagyon izgalmas az is, hogy az én fejlődés során azért az önző én bele-bele szól ebbe a szeretett érzésbe, és abba a kapcsolatba, amit szeretet szöv át, tehát átszövi a szeretet a kapcsolatot, és mégis, ha az én magamnak való kedvezés, az ösztöneim, az önzés megjelenik, és hát meg bennünk van az is, velünk született tulajdonság, akkor bizony deformálódhat a szeretet, a legszentebb és legszebb szeretet is, akár az anyai szeretet is, egy önzésbe, egy zsarnokságba. Azt tedd, amit én szeretnék, úgy élj, ahogy én nekem büszkeségem vagy. Tehát lehet ez akár egy életen át tartó önző vagy zsarnoki szeretet, tehát ez valóban tanulni kell, és keresni annak a kiteljesedését, hogy hogyan tudom én jó egyensúlyba tartani azt a nagy parancsolatot, és annak a krisztusi nagy parancsolatnak a második felét, hogy szeresd fele barátodat, mind magadat. Kell magamat is szeretnem, kell a másikat is, és ezt a kettőt jó egyensúlyban tartani óriási művészet, és egy életen át tanulgatja az ember, mert bizony elcsúszunk itt, és ehhez kell sokszor tényleg a kompromisszum, az egyezkedés, a megbeszélése a dolgainknak, hogy ki mit szeretne, milyen célokat tűztünk ki, és akkor együttesen próbáljuk ezt elérni, vagy egymást támogatni. És nagyon gyönyörű dolog az a szeretet, amiben szerelem is van. Tehát, hogyha két szerelmes összeköti az életét, vagyis elköteleződik, mert azt mondja, hogy mi akkor együtt, és soha ne váljunk el, és ott alakítgatják a szeretetüket. Én hiszek egyébként abban, hogy, és láttam is példákat arra, hogy a szerelem megmaradhat öreg korban is, tehát egyáltalán nem kötelező, hogy na jó, akkor elmúlik, nem is tudom, hol olvastam ilyet, hogy fél évig, egy évig tart a szerelem, aztán nincs tovább. Igen, ez egy határozott pszichológusi álláspont, hogy a szerelem átlagosan 6 hónapig tart. Hát ez azért, én ezzel azért vitatkozom, mert valóban gyülekezetünkben is láttam, és most is látok olyan példákat, ami egyszerűen szíved gyönyörtettető, hogy 20 év után, 30 év után is várja egyik a másikat, ha úgy alakul, hogy nem tudom, női biblia órán vesz részt a feleség, a férje a sarkon várja, és megcsókolják egymást, és mosolyogva beszélnek egymásról, hogy az én
Drága Ferim, az én drága Margitom. Ez egy konkrét család, nagycsaládi élet született belőlük. Tényleg öröm volt ránézni a sugárzó arcukra. Tehát ezt nem lehet csinálni, amikor egy idősödő emberben is ez megvan. És hát más példákat is tudnék mondani, természetesen nem nevezek meg, de nagy dolog az, mert igaziból, ha úgy fogadjuk a szerelmet, mint valami rajtunk kívülálló dolgot, hogy hát vagy utolér, vagy nem, akkor ez egy ilyen végzetes érzés. De a szerelmet, ahogy mondja a népdal is, ugye, hogy megrakják a tüzet, mégis elaluszik, nincs az a szerelem, ami el nem múlik, de lehet rakni arra a tűzre tudatosan, hogy ne aludjon ki, lehet, hogy parázslik, aztán jöhet egy újabb fordulat, amikor újra lángra kap, és nyilván, ahogy változik az ember, és érik, és komolyodik, és öregszik, változni fog a szerelem tüze, de azért az tűz maradhat. Most idézhetném Zoránt is, ugye, aki énekli, hogy ne várd a május, hiszen hamarosan jön a tél, de azért talán ő ebben a dalban, most nem tudom pontosan szó szerint idézni, hogy őrizd a lángot, és óvatosan, akár takarékon égesd, mert kell ez nekünk még 2 év múlva is. Tehát én azt gondolom, hogy tudatosan a szeretet formálódásában a szerelem újra-újra visszatér, és felerősödik, elgyöngül, mikor milyen életszakaszban vagyunk. Tehát ezek nagyon érdekes, külön érdekesség, ugye, amikor a gyerekek már felnőttek, és kirepülnek a házból, és a házaspár újra kettesbe marad. Senki nem tanítja, hogy és akkor azt mit kell csinálni, pedig igen, akkor újra élhetik azt, hogy most ismét ketten, és nem csak emlékekből élnek akkor sem az emberek, hanem lehet gyönyörű, szerelmes szeretettel folytatni tovább. Tehát én nagyon fontosnak érzem, hogy valóban tudatosan kell megélni a házasságot is, és a házasságban a szerelmet őrizni, de nem csak őrizni, hanem engedni, hogy fejlődjön a kapcsolat úgy, hogy átszője egyre jobban a szeretet, és ez a szeretet tényleg tanulható. A legideálisabb példánk, ugye az 1 Korintus 13, Pál apostol levele, és abban egy fejezet, a ismert irodalmi módon is szokták idézni, a szeretet mindent eltűr, mindent hisz, mindent remél, a szeretet soha el nem fogy. Már ugyan miért nem fogy el? Hát egyfelől én magam is szeretnék szeretni, ahogy Ady Endre nagyon szuggesztíven mondja a versében, hogy szeretném, ha szeretnének, és lennék valaki. Ez a vágy, ez ott van az emberben, de a hívő ember, a keresztény, a zsidó ember is kéri az Istentől, hogy tanítsa őt szeretni, mert a mi hitünk szerint Isten a legfőbb szeretet. És az ő szeretete, ha én ezt átélem, megerősít arra, hogy én is tudjak így szeretni. És hát nekünk ugye legfőbb példánk is nem csak megváltunk Jézus Krisztus, hanem egy modell, egy példa arra, hogy ez a tökéletes ember, ahogy így Jézus élt a földön, és ahogy megélte az Isten szeretetét, abból merítünk mi is, ahogy ha ő szeretett engem, az én válaszom az, hogy én is szeretem az Istent is az emberben.
azzal mutatom meg az Isten iránti szeretetemet, hogy szeretem a mellettem lévőt, az elém kerülőt, akárkit, akivel kapcsolatba kerülök, és ez a szeretet abból táplálkozik, hogy én kérem, mindig újra kérem, hogy hadd éljem át az Isten szeretetét, mert szeretnék ebből adni. És minél többet, minél jobban tudom adni, annál inkább öröm számomra, tehát boldoggá is tesz. Tehát ez egy csodálatos szeretet átvitel és szeretet kereskedelem a szónak a legnemesebb értelmében, hogy többre vagyok képes, mint amire egyébként emberileg képes vagyok. Magam fölé emel, túl, azon túl is tudok szeretni, amennyire én emberileg képes volnék. Tehát ez tükröződhet egy jó házasságban is, ahol persze aztán vannak bukások közben, sikertelenség, kudarc, és újrakezdés. Mindig újra. Hát a legizgalmasabb az, hogy tudunk-e megbocsátani. Mert itt jöhet esetleg a harmadik tényező, a gyűlölet, mert ha nem tudok megbocsátani, akkor lehet, hogy ellenséges érzések támadnak bennem, és akkor fordul át a kapcsolat esetleg egy gyűlölködésbe. Ha már eljutottunk a gyűlölet fogalmához, akkor a beszélgetésünket ezzel a fogalom meghatározással folytattam. A gyűlölet tartós vagy átmeneti viselkedési mód, amelynek lényege egy személy teljes körű elutasítása, végső soron elpusztítása. A gyűlölet érzése valós vagy vélt okok miatt is kialakulhat. A gyűlöletet bármely ok kiválthatja. Előítélet, pénzügyi vagyoni érdekellentét, kulturális vagy vallási szakadék, alkohol, drog vagy játékfüggőség, sőt a hétköznapi élethelyzetek konfliktusai is eredményezhetik. Akkor ezt a fogalmat még javaslom, kanyarodjunk vissza a megbocsátáshoz. Feltétlen kell-e, hogy legyen a megbocsátás? Ez nagyon nagy téma, és szükséges is, hogy újra megvizsgáljuk, mert ahogy hallottam, igen, a fogalom meghatározást, a gyűlölet lehet, hogy apró sérelemből indul ki, egy rossz mondat, egy bántó megjegyzés, és valaki halálos sértetten egyre inkább szítja, táplálja magában ezt az érzést, hogy engem megbántottak, és ezt meg kell bosszulni, és az igazság mennyire fontos, hogy igazságtalanul bántottak. A mi hitünkben, és ugye az egész bibliai világban van szó, persze, különösen az Ószövetség világában sok olyan hadjáratról és csatáról, amik szinte mondhatnánk így bosszúból indulnak, de valójában a mi hitünk szerint azért az Isten az élet Istene, hiszen ő adta az életet, és az életet akarja. Tehát tanítja nekünk, hogy tiszteljük az életet, és semmiképpen nem a bosszú a dolgunk. Most erre nem is térek ki, mert ez külön érdekesség, hogy hogy alakult ez a 7-szer, meg 70-szer, 7-szer, vagy éppen szemet szemért fogad fogért. Egyfajta fejlődésen megy át ez az igazságtétel is az Ószövetségben, de az Új Szövetség arról tanít, és Jézusnak ez nagyon-nagyon fontos mondani valója, hogy bocsáss meg. És ez szinte ész nélkül, esztelenül a megbocsátást jelzi, de mégis azt mondom, hogy egyáltalában nem ész nélkül. Igenis, a megbocsátás
egyik mozzanata, hanem a legelső, hogy én meg akarok bocsátani. Én nem akarok gyűlöltetni. Tudnélik, a gyűlölet bizonyos szinten van, akit éltet a gyűlölet. Ismertem olyan öreg embert, akit állítom, hogy a düh és az indulat tartott életben, mert nagyon rossz egészségi állapotban volt, de úgy fel tudott indulni, és az is a bánat volt végül is. A saját gyereke, fia miatti csalódottsága volt, ami miatt ő gyűlölködött. De megdöbbentő, hogy tényleg van, akit ezt tart életbe, hogy gyűlöl, de alapjában véve ez rombol. A gyűlölet rombolja az ember életét, és belebetegszünk. Tehát ez saját magunkat teszik tönkre, ha gyűlölünk. Elhatározom, hogy megbocsátok. Tehát így kezdődik a megbocsátás, és még az érzés nincs meg. Ez is lehet érzés, ugyanakkor mégiscsak egy életvitel, egy magatartás, de előbb-utóbb megszülethet az az érzés, hogy tényleg megbékültem, megbocsátottam. Ugye Jézus azt mondja, hogy megmondatott a régieknek, szeresd fele barátodat, gyűlöld ellenségedet. Én pedig azt mondom nektek, szeressétek ellenségeiteket, áldjátok azokat, akik átkoznak titeket. Hogy lehet áldani valakit, aki engem átkoz? És lehet. Megdöbbentő, hogy lehet. Ebben is tudatosság van. Én azt gondolom, hogy az életünk és az érzelmeink átélése, fejlődése szempontjából is hallatlanul fontos a tudatosság, hogy én akarok szelíd ember lenni, akarok megbocsátani, nekem békességre van szükségem, és hiszek a megbocsátás erejében, hogy a másik ettől szintén megbékül, de legalább leteszi a fegyvert. Életemben volt egy rövid időszak, amikor a semmiből hirtelen ellenséges lett valaki velem, egy szomszéd, és nem értettem, hogy mi baja van, miért üldöz engem meg, dáncsol meg, ahol lehetett. És sokat küzdöttem személy szerint is ezzel, hogy hogyan kell akkor ezt megdolgozni és átalakítani, és hihetetlen élmény volt az, ahogy végig gondoltam és futtattam programokat, hogy most mi a fontos, hogy én az igazságomat bebizonyítsam, vagy az, hogy béküljünk meg, és bocsássuk el egymást, ugye nem kell szeretni, már érzelmileg nem kell szeretni. Ugye ez a szeresd ellenségedet nem arról szól, hogy lobogjon a szívedben a tűz, ha ránézel, hanem az, hogy ne gyűlöld, és ha szüksége van valamire, akkor légy ott, ha segíteni kell. De ez egyáltalán nem jelent ilyen érzelmi szeretetet, ez sokkal inkább tudatos cselekvés, életmód. Na most a megbocsátás tényleg így születik meg, ez egy belső harc, egy folyamat, egy komoly munka, hogy megszülessen bennem a döntés, az elhatározás, a cselekedet, hogy nem gáncsolom a másikat, nem adom vissza, vissza tudnám adni a pokolnak, de hogy nem adom vissza, és ez nekem jó, nekem is jó, hogy nem adom vissza. Házastársaknál a nagy viták, viharok, veszekedések néha ott is gyűlöletbe csap át, ugye a nagy szerelem indul, és utána elválnak, de van, amikor gyűlöletbe válnak el. És én ott szoktam megfogni, amikor egyáltalán ilyen házassági krízissel hozzám fordulnak, hogy mi a fontos? Az, hogy neked legyen igazod, vagy a kapcsolata fontos? És ezt az egészen kicsi dolgokra is már rá lehet ültetni.
Kérdezz rá, mi a fontos, nekem van igazam. Egyébként szerintem nekem van igazam, de ez nem annyira fontos. Fontosabb vagy te, és fontosabb a mi kapcsolatunk. Ez segíthet abban, hogy az igazságainkat néha relativizáljuk, és a kapcsolatot, a másik embert, a békességet és az igazi szeretetet erősítsük. Én úgy gondolom, hogy ez az elengedés, megbocsátás, hogy elengedem, te tartozol nekem, de én ezt elengedem, és akkor elengedett lesz az érzésem nekem is, és sokkal megengedőbb lesz a kapcsolatunk, talán kölcsönösen, az az igazi, és ez a jó házasság titka is, hogy kölcsönösen egymást tiszteletben tartjuk, különbnek tartjuk, ahogy egyik helyen olvasunk ilyet Pál apostoltól a Filippi levélben, hogy egymást magatoknál különnek tartván, az az indulat legyen bennünk, ami Jézus Krisztusban volt. A szeretet, az az alázat, ez az egészséges, amikor emelt fővel vagyok alázatos, tehát nem alázatoskodom, hanem valóban tisztelet mást, és tisztelem magamat is. Tehát itt nagyon sok érzést, fogalmat behoztam még, de igen, szeretett az életünk. Igen, kedves Karsai Eszter, nagyon köszönöm, hogy eljöttél ismét hozzánk, és beszélgethettünk a szerelem, szeretet, gyűlölet fogalmáról, és ezt még kiegészítetted, és ezt én is meg fogom tenni egy további műsorban, a szellem fogalmával. Köszönöm szépen! Kedves hallgatóim! Nagyon köszönöm, hogy ezen a héten is minket választottak, hallgassanak minket a jövő héten is. Viszontlátásra! Megrakják a tüzet, mégis elaluszik, nincs az a szerelem, aki el nem múlik. Az Olvasókör műsorát hallották. Műsorvezető Tóth Zoltán, szerkesztő Kis Katalin. Minden hétfőn 20 és 21 óra között ez a műsor a Civil Rádióban, szerdán 10 és 11 óra között az Oltalom Rádióban hallgatható, mindkét esetben az interneten. Viszontlátásra!